Anyósomnál a karácsonyfa pedig úgy van, hogy van egy setup, ami készen van. Karácsony elteltével húznak le egy kukászsákot. Egy műfenyőre. Igen, karácsonykor pedig lehúzzák róla a kukászsákot, és beteszik a sorba. Kész! Az amúgy, az 200 IQ. De bassz! Az 200 IQ. És annyit csinálnak, hogy fordítanak rajta egy felet. És akkor minden évben más? Igen, nem kell díszíteni. Laci, milyen az apa élet? Lesz majd olyan stream, amikor beszélgetünk minden ilyesmiről, de... Szerintem majd a vadindián streamre gyertek fel, és minden olyan dolgot megbeszélünk ott, amit itt nem lehet. De itt is meg lehet majd, hogyha itt lesz... Itt nem lehet, itt nem lehet. Látjátok, Kolosat van, vörösödik a feje. Ha lesz olyan live... Gyertek a vadindiánba. Ha lesz olyan live, amikor ráérsz, és itt leszünk, és csak a nézőkkel beszélgetünk, mint régen. Olyan is lesz, de amúgy... Nem rajta múlik tőlem, aztán tudom, persze, de az, hogy most egy feszített munkatempót tartunk, srácok, ez egy vágott adás, mi nekünk itt műsort kell csinálni. Kevésbé érdekes, vagy nagyon bőlére eresztett dolgokat itt most nem tudunk megbeszélni, és erre lesz jó majd, hogyha jöttek és nézitek a vadindián streamet. Yeah! Yeah, ahol lehet, én is ott leszek. Nem szerintem. Hát, ne legyek ott? Jó. Legyél ott, csak ismerlek, hogy hát ez egy szar. És ezzel emberek játszanak. Nekem a izébe, a Daisybe 1000 órám van a Daisybe. A Kerbálba 1500. És ez kevés, és ez kevésnek számít. Ja. Hát időben rohadt sok, hogyha kiszámolod. Az egy hónap, bazd meg. Ja. Az 1500 órát játszottam, és van egy ismerősöm, akinek 5000 órája van a Daisybe. Ja, úgyhogy mindenről. Kolos, és a harmadik percben azt mondja, hogy na jó, hagyjál már, basz meg. Nem, én csak streamet fogom intézni. Emberek nézik. Csak streamet fogok intézni. Mindenről fogunk beszélgetni, Lacival ott majd lehet többet beszélgetni, igen. Meg majd lesz karácsonyi fadészítő stream, ott biztos, hogy többet fogunk tudni beszélgetni. De még... jó, hogy felhoztad, mert ez az a következő témánk. Jó van. De hát lesz még egyébként azért előtte, remélem, ilyen megérhetési live-unk is majd. Ami... Minden lesz. Jó, csak Laci végezzen a munkával, és akkor lesz minden. Így jó. Van, kiresek. Oké, okay. Na, akkor mondom, lögd a témát. Figyelj, most felteszem mind a két oldalra a fülest, és be kéne kapcsolni a másik mikit, hogy a kamera mögött ülőek is meg tudjanak szólalni ebben a témában. Meg fogod őket interjúvoltatni? Ott van a mikrofon, be vagytok nyomva. Hát ez az. De Lali eszik éppen. Igen. Akkor Noémi fog meg te. A mikrofont. Hát nem tudom, majd Laci, nem tudom, miről van szó. Nem akarok senkit sem meginterjúvoltatni, csak mivel most négyen vagyunk itt ebben a lálásban, vagy ebben az adásban, csak ketten a kamera mögött, ketten pedig előtte, hogy tök jó lenne most behozni azt a témát, ami szerintem most már a karácsony közelettével egyre inkább élesedik ki a helyzet, hogy most akkor igazi fa, vagy műfenyő? Igazi karácsonyfa, vagy műkarácsonyfa? Ott voltam múltkor Lacéknál, és ezen vesztek össze Krisztivel. Mondta Kriszti, hogy itt nem lesz karácsonyfa. Laci mondja, hogy én nem leszek rendes karácsonyfa nélkül. És akkor egy álltam, hogy jó. Oké. Okay. Laci nagyon felkapta a vizet egyébként. Hát de bazd meg, nem lesz műfenyő. Hát de bazd meg, hát most már minden műanyag ebben az életben, legalább a karácsony legyen már igazi. Noémi? Szóval igazi fenyő. Köszönöm szépen. És igazi virágok. Utálom a művirágokat. És, ja, de bocsi, ezt hozzá kell tenni, hogy édesanyánknak eredeti szakmája az virágkötő. Én akartam bűnövényt, de mondták, hogy szó se lehet róla. Mondom, oh, oké. Okay. Értem. Csoda, hogy ez még él, ez a növény itt a háttérben. Amúgy. Értem. Akkor kivágott fenyő, vagy gyökeres fenyő? Nekünk kiskorunkban mindig gyökeres fenyőnk volt, de ja. Nekünk volt hova elültetni. Ja. Szóval nekünk van az udvaron egy pár fenyő, nem tudom, 4 vagy 5 biztos megmaradt. Nagyobbak, mint a ház már azóta. Igen. Egyet én is elültettem. Ja, hát először is nálunk Krisztivel az volt a deal, hogy addig fogunk igazi fenyőzni, amíg egy fenyőt el nem tudok tenni, és meg nem tudunk menteni, és akkor mondhatjuk azt, hogy ez az egyik karácsonyunkról történt. Az első karácsonyfától ki van ültetve? Az első az kidöglött. Ez ja, a második. A második. A második túl. Jó lesz az elsőnek is. Igen, és akkor ez második túlélte, és ez most ki van ültetve a ház elé, és tök jól érzi magát. Az a fenyő van kiültetve, amit a legelső karácsonyfa díszítős live-ban feldíszítettünk. Az a kurva csáli, amin ott rögtél, hogy lehetett egy ilyen karácsonyfát megvenni, mert szerencsétlen valahogy így. Be lett fordítva a sarokba, de még akkor is szarul nézett ki. Bárhogy fordítottad, ez a fenyő, az ferde volt. Krisztinek az volt a védekezése, hogy az a baj az... Azt kivette, azt te vetted? Azt én. Hát én szoktam venni szeghalmon. Krisztinek az volt az ellenvetése ezzel kapcsolatban, hogy neki azért nem tetszik ez a dolog, mert hogy megöljük a fákat. Meg mit tudom de én... De azért vannak ültetve. Egy. Kettő pedig, mindjárt erre is rátérünk. A Krisztinek aztán a... még Lalit meg sem kérdeztük. És engem sem. Lali, akarsz válaszolni? És engem sem. Gyakorlatilag eddig csak Noémi van. Igen. Na mondjad, Lali. Nálunk mindig is vágott, de élő fenyő volt. Vágott, de élő. Műfenyő ja. Csor. Ja, de nem is lesz. És ki van ültetve?
Nyárásnál jól jön gyújtós. Ja. Hallod, a gyújtósnak? Mondjad, hogy ég, ember. Az, én azzal gyújtok be utána egy hónapig, de úgy, hogy ott nem kell Lerakom azt a kis száraz gajat, meg ekkora tönköket, ez begyúl a tavert. Ott nincsen semmi. Köszönjük szépen. Oké, te Kolos válasz? Na, nekem bejött a vágott fenyő egyébként. Az a neve, hogy vágott? Hát vágott fenyőnek hívják, nem? Én nem, nekem valahogy nem tetszik, nekem kirézetre nem tetszik a műanyag. Biztos, hogy fenntarthatóbb egyébként, mert tehát igazából a vágott fenyő is nagy ökológiai lábnyom, mert ugye azt kivágják, azt elhordják, azt elszállítják, azt mit tudom én. Elmész érte te is kocsiba fogsz olyan menni érte valószínűleg. Szóval amúgy a nagyobb az ökológiai lábnyom, mint valószínűleg, mint a műfenyőnek. Bár nem tudom pontosan, hogy mennyibe kerül ezt legyártani, annak milyen lábnyoma van, de az annak is van valamennyi. Van. Szerintem lehet, hogy visszajön egy 10 év múlva, vagy 20 év múlva, de nekem egyszerűen nem tetszenek, nekem szerintem csúnyák. Az én véleményem ezzel kapcsolatban... Hát persze. Nincs illata. De igen, már van, de már fontos. Van fenyőfa illatú aerosol. Tényleg is megfújod? Persze, hogy van, ne vicce. Wunderbaumot ráteszünk. Nem, vannak olyan sprék, amivel be lehet fújni magát a műfenyőt, meg ilyenkor karácsonytájon, meg amúgy is lehet venni. Az Erviknek van mézes kalács illatú légfrissítője, meg karácsonyfa illatú légfrissítők vannak, úgyhogy simán bekapcsolod, és akkor majd nekünk is van mézes kalács illatú illatosító. Na, de nem az tudom, az igaz... De én nekem tényleg, nekem meg bejött, felszakítottalak, nagyon bejött a vágott fenyő, és igazából én azért nem is akarok most küszködni a izével, gyökeres fenyővel, mert mindig macera. Tehát nekem az is macera, hogy lenyírim a füvet, hát még az, hogy fát ültessek meg, mit tudom én. Ez szépen fölvagdosom, és akkor lesz kis gyújtós belőle, nagyon jó. Mindig sajnáltam, hogy egy nagyanyám még nagy fölvágdosták a karácsonyfát januárban, és mondtam, mi van a karácsonyfával? Eltüzeltük! És így ültünk, hogy... Tényleg nem áll, szegény fa. A műfenyő csak akkor környezetbarát, ha már több mint 5 évig ugyanazt használja. Hát 5 év az akkor tök hamar visszajön. Itt Kriszti, ha élő sem bánom, csak szép nagy legyen, de amiket Laci vesz a 140 cm-es. És ferde. Nem ferde, ez görbe inkább. Hát igen. Azért, mert de ilyenkor kell az optikai tuningot beélesíteni, és fel kell tenni egy asztalra. Nálunk mindig az volt gyerekkoromban. Egy ferde asztalra, és akkor egyenes lesz. Nem. Nálunk sem volt szokás 150 centinél nagyobb karácsonyfát venni, mert az volt megfizethető áron, és nekünk volt egy ilyen kis asztalunk, egy ilyen furcsa, kerekes, görgős kis asztal, és egy ekkora volt, és arra rá lehetett tenni a fenyőfát, és akkor már is sokkal nagyobbnak tűnne, majdnem elét a plafon. Nálunk is mindig asztalon volt, magyar Lali. Nálunk most úgy van megoldva, hogy kicsi a fa. De erős. De nem. Hanem egy dohányzó asztal van átlakítva, mint a kandalló lenne. Ja, a leléknál be van így borítva papírra, vagy mivel? A tapéta. Tapéta. Ja, igen. Az és van egy kis műkandallójuk. Egy kis téglamintás, és akkor arra van fel. Nagypapámnál is mindig az volt, hogy bement. Ja, és Kolos, csináltuk a számítógépes setupot, teljesen mindegy, és akkor Kolos kérdezte, ez az asztal, ez a tied volt. Mondom, igen, ez a nagypapámnak az öröksége, ez a gyönyörű szép patinás asztal. Igen, mert azt féltettem, hogy rátekszem a mikrofonnak, ugye van egy ilyen kis cucc, amit fel kell itt csavarni az asztalra. Ilyen szorító bilincs. Kis bilincs, és mondom, akkor így, mennyire félted az asztalt? Ahogy így Kolos közeledett, és az le van lakozva az asztal, régi, de az most csillog, és le van lakozva. Kolos meg így közelített ezzel a cápa foggal, mondom, papír! Papír ember, érted? Papír! Jó, ma bazd meg, akkor dokfete, jó? Ezeket most már mindig ráhagyom, Lacra, én nem nyúlok hozzá semmihez az a biztos. Ember, az asztal nem tudom, hogy hány ezer éves, nem, annyira nem régi, de azt nem papámtól örököltem, és azon az asztalon volt rajta, neki mindig a karácsonyfája, és akkor volt egy karácsonyfás szoba, ahova mindig benyitottunk, és mindig, na nézzétek meg a karácsonyfámat, és akkor mindig megnézzük a karácsonyfát, és akkor és ott is mindig asztalon volt. Mondja, engem ez annyira felbassz egyébként, hogy már karácsony hangulat van, meg karácsonyi vásár, meg karácsonyi díszítés, de november 20 van ember. Hát ez egy dolog. És már múlt héten kezdődött a karácsonyi vásár, nem? Vagy most hétvégén kezdődött Budapesten? Nem tudom. Kriszti már csinálja a karácsonyi fotózást. Hát, igen, mondta, hogy mindenki jön karácsonyi fotózásra. Hát igen, de Krisztinek azért kell ezt most csinálni, mert most még nem kell annyira fűteni, szóval most így olcsóbb neki. Most érted, mint hogy decemberre várja, hogy még nincs karácsony, bazd meg. Nem, hanem most még viszonylag jó időben nem kell, mert ez egy rohadt nagy helység azért az a fotóstúdió, és akkor azt befűteni, mert jönnek pici babák, meg kisgyerekek, meg családok, meg mit tudom én mi, és azért azt befűteni, azért az is drágítaná a fotózást, és így tudja
olcsóbban tartani, gondolom én. Amiatt is, meg az, hogy most érnek rá, mert még nincs meg a sütési dömping. Ja. Na szóval, ja. De nem mondtam el a lényeget, amit akartam. Ja. Az én számomra a karácsony, az a karácsonyfánál történik. Az, hogy most vágott, vagy nem vágott, az teljesen mindegy. De Kriszti azzal védekezett, hogy kicsi, egy, a másik pedig azzal védekezett... Nem elég játékos. Igen, nem elég játékos. Azzal védekezett, hogy én mondtam valamit, azt nem mondtam ki inkább. Oké. Még jó, hogy vágott adásokat csinál. Ezeket nem fogok kivágni. Mit akartál mondani? Az egy kicsit büdös. De mindegy. És akkor... A karácsonyfára gondoltam. Ja, jó. És akkor az a lényeg, hogy nálam a karácsonyfa az a karácsonyfánál kezdődik, vagy vágott, vagy igazi, teljesen mindegy, de Kriszti azzal védekezett, hogy kicsi, meg azzal védekezett, hogy így az ökológiai lábnyom, mert hogy az igazi fenyő, meg szegény fenyő meghal. És akkor arra mondtam neki, hogy figyelj, 365 napunk van arra, hogy normálisan gyűjtsük a szemetet, jó kukába jó dolgot dobjunk, hogy ne dobáljuk el a szemetet az utcán, hogy ne húzzuk le a WC-n, ami nem oda való. Szóval annyi minden dolgot tudunk megtenni az életünk és a biológiai és az ökológiai lábnyomnak a csökkentésére, hogy nem ezen az egyfán fog múlni. És már minden mű a cici, mű a seg, mű a farok, már be vagy... Látod, hogy összekötöttem. De már minden mű, legalább a karácsony és műség. Már a karácsonyfa legyen már igazi. Hát már a férfiak már van, hogy lövik magukat izével, nem hallottad? A brébe. Betöltik magukat. Igen, mi is ez a... Vazelinnal tő. Na, már az is az biztonságos. Már minden mű ebben a világban, érted? Az a lényeg, hogy annyi mindent tudunk megtenni az életünkért, hogy már nem ezen fog múlni. És mondtam Krisztinek, hogy figyelj életem, belenéztem a kukába, egyen meg a drága szívedet, majd átveszik, hogy mit hova kell dobni, jó? Mert mondom, inkább arra figyeljünk oda jobban, mint az arra a nyüves fára, mert belenéztem a kukába, és atyaságos úristen, tudod, így minden, semmi gond. Én meg viszem ki a szemetet, ez nem ide, ez komposzt, ez zöld kuka, ez sárga kuka, mi az anyám, ez még tök jó. Ezt mire kellett kidobni, ezt közt visszaviszi, és akkor ezzel szórakoztam. Azt írja Krisztó, hogy a stúdiós fát terveztem áthozni, 210 műfenyő. De lettem szavazva, Laci igazi fát díszít. Hogy lehet szavazást csinálni a Twitch-en? Jó! Ez az utolsó mondat, hogy azt se velem. Értelek, imádlak, szeretlek, meg minden, hát de a karácsony az karácsony. És most mindjárt betöri az ajtót. Bezártuk ezt az ajtót, tudod? Nem. Oh yeah! Be van zárva, és harap a kutya. Mindjárt átjön Krisztét, így gyerekkel így a kezébe, és figyelj, bazd meg! Csináljunk szavazást? Lehet csinálni szavazást. Meg úgy, hogy csináltunk itt a csatornán szerintem. Engem baromira érdekel, hogy nektek mi erről a véleményetek, mert szerintem egész évben tudunk annyi jót tenni az életünkben, meg másokért, meg mindenkiért, hogy ez már nem oszt, nem szoroz, és lelkiismeret fordulás nélkül megveszem a fát. Lelkiismeret fordulás nélkül. Jó, nyilván ekkorát, mert azért annyi pénzem nincs. Akkor mit írjak? Műfenyő? Igazi fenyő? Várja, nem. Az lesz a címe, hogy... Fenyő vagy nem fenyő? Milyen fa. Olyan. És akkor lesz ilyen, hogy műfenyő. Be vagy tőtve. Vágott, vagy gyökeres. Így van. Mi van még? Van még valami fajta? Ezüst, meg Norman. Ja, oké. Okay. Duration 1 perc. Hány perc legyen? 1 perc elég? 1 perc elég mindenkinek. Jó, mert a szavazás. Yeah. Megy a szavazás. Szavazatok. Megjelent? Szavazatok. Mindjárt meglátjuk az eredményeket. Kellett volna egy harmadik, hogy én nem is ünneplem. Megint nem zsidó vagyok. Megint nem akkor tartom. Ja. Na, igen. Én inkább bort választom, mint a fadíszítést. Ámen. De egyszerre kettő is mehet. Jaj. Ki kell valami faszát találni majd a idei fadíszítős live-ra. Valami. Csak az igazi karácsonyfa, a karácsonyfa srácok, nincs mit csinálni. Most egy műfenyőt nem vagyok hajlandó körbe ünnepelni. Woohoo! Yeah! Jönnek a szavazatok. És az a vágott nagyon vezet. De az a legdurvább, érted, hogy most anyósomnál a karácsonyfa pedig úgy van, hogy van egy setup, ami készen van. Karácsony elteltével húznak rá kukászsákot. És műfenyőre. Igen, karácsonykor pedig lehúzzák róla a kukászsákot, és beteszik a soromba. Kész! És úgy? Ennyi. Az amúgy, az 200 IQ. De bassz! Az 200 IQ. És kész! Hát van helyre kép, és annyit csinálnak, hogy fordítanak rajta egy felet. És akkor minden évben más? Igen, nem kell díszíteni. Jó, vége! De az magát az élménytől foszt meg bennünket. Igen, a díszítés az fontos élmény igazából. Nyert 66%-kal a vágott egyébként. 22% műfenyő és 13% gyökeres. Tök jó. Másképp csinálunk majd ilyen szabadásokat. Ez ja, csak lehet rövid volt az egy perc. Hát, aki
nem tudott egy percre belőle kattintani, az vessen magára. Szerintem. Egyik régi közös haverunk mondta, hogy ők úgy csinálták, hogy az anya megunta, hogy mindig ugye van a szaloncukor, hogy van az a kis cucc, az a kis drót, igen, amit így fogod, és akkor szaloncukor, drót, csavarod, félrerakod, szaloncukor, drót, csavarod, félrerakod, és utána elkezdett felakaszgatni. Uh-huh. Megunta, és az anyja fogta, és egy kosárból így, az egészet így fogta, így felszórta a fára, és ami fönnmaradt, aztán mit csinált ebből még 2-3 kört, és akkor így nagyjából így tele volt a faszaloncukorra. Édesapám sosem vett a boltban drótot, hanem mindig bement a műhelybe, keresett egy villanymotort, és meghámoztuk. Nem lepődtem meg, hogy Laciék nem költöttek ilyesmire egyébként. Apám bement, az a villanymotor már úgyse jó semmire, meghámoztuk, és akkor felcakkozta, és abból volt a drót, hát ugye vagy? Rézdrót. Forradottak 5 forint. Rézdrót. Hát végül is nem kellett kidobni. Ja, nem kellett kidobni, és még amit mondani akartam, te csináltál meg karácsonyfát seprűnyéből? Abban még éppen nem. Én csináltam. Tök jó, aki nem akar karácsonyfára költeni, és nagyon low budgetból szeretné megúszni a karácsonyt. Amikor én még egyedül ünnepeltem, és szerettem volna magamnak karácsonyfát, de nem akartam venni. Egyedül, akkor... volt egyedül karácsonyoztál? Én már nem is tudom, szerintem volt, de ezt otthon anyáméknál találtam, hogy nekem is kellett egy karácsonyfa, mert azt hiszem volt barátném, és akkor együtt akartuk megünnepelni, hogy jó, most nekünk is van fent egy karácsonyfánk. És akkor ezt úgy csináltam meg kell fogni egy sima seprűnyelet, azt le kell fűrészelni, seprűnek a fejénél, akkor megkapod a seprűnyelet. És akkor azt 8-as vagy 6-os, 8-as fúróval meg kell fogni, és ilyen 40, hát nem 45 fok, ez 45 fok? Ez mennyi? 90, 100, mennyi? Ez itt a 90. Annak a fele 45. Igen, 45 fokos szögbe bele kell furkálni, el tudnám hozni, meg tudnám csinálni, de el tudnánk állítani a karácsonyfát, és nem mondod meg róla, hogy ez nem karácsonyfa. Hát, de amúgy kell karácsonyfa decembertől. Seprűnél, mindig kimentem a ház elé, mert nekünk volt igazi fenyőnk, ott egy 1000 éves karácsonyfa, ami akkorán megnőtt, mint a ház. Le kellett vágni a galjait, és hallod, nem mondod meg róla, le kellett vágni a galjait, és akkor szépen bele kellett faragni ezekbe a lyukakba. És akkor minden oldal... Azért az milyen meló már? Mi? Nem kellett bele sok, hát mit tudom én, volt rajta, vagy 50. Nem lök bele sokat, akkor csórom hát fog kinézni. Hát jó, de volt rajta, vagy 50, most az nem olyan sok. És így is, meg így is, meg így is, meg így is. Ez nem olyan sok, Laci, 2 napig csináltam. A három dimenziónak mindre egyes oldalán el kellett képzelni egy lyukat, még a közepén is el kellett, legfelül, volt neki egy talpa, kimentem, levágdostam egy nagy csomót, beleszúrkáltam, kész karácsonyfa. És ez vállalatlan nézett ki, vagy? Persze! Ha fel volt díszítve. Figyelj, ha hazamegyek, megkeresem azt a botot valahol, aztán csinálunk egyet. Akkor. És figyelj már, hogyha le van festve, nekem nincsen fenyőfám. Hogyha le van festve a seprűnél zöldre, meg nem mondod, bazd meg. Akkor ide csinálunk hátulra. Simán, csak haza kell mennem, meg kell keresnem, nem tudom, hogy hol van. Háttérben jó. Ja, kell karácsonyi dekor egyébként, meg kéne csinálni. Tavaly nem csináltunk karácsonyi dekort a stúdióba, idén össze kéne hozni. Valaki itt írta, hogy igen, szomszédommal közös karácsonyi program, 24-e délután én viszem a balesetire. De annyit piáltok vagy? Vagy miért? Én nem tudok lehozni, majd betrolkodok Laci mellé. Ja, Kriszti? Igen. Mondjuk akkor ez a fadíszítés live ezek szerint csak alibi. Csak isznak mi. Tavaly nem ittunk szerintem fadíszítés live-nál. Ittunk egy sört, arra emlékszek. Azt is dobtam, Kriszti. Szerintem utána ittunk. Nem, közben ittunk egy dréhert. Emlékszek a dréherre. Aha. Meg összeállt dréher. Hát, hogy miért nem itt díszítjük a fát fönt? Aztán majd levisszük. Vagy nem fér el az a baj. Itt is lehet díszíteni, mert itt megvan hozzá minden setup. Megbeszéljük ezt kívül. Majd kitaláljuk. Ezt kint megbeszéljük. Kitaláljuk, ja, majd kitaláljuk a dolgot. Jaj. Közben a nézőkkel eldöntöttük, hogy fadíszítő verseny lesz. Micsoda? Fadíszítő verseny lesz. Igen? Na, ez egy karácsonyi viszi. Jó. Nyereményjáték. Azt is meg kell baszott csinálni, hát mindjárt december van. December de elén el kell kezdeni a nyereményjátékot. És megvan, hogy mit sorsolunk ki? Azok megvannak, igen. Danit? Akkor végleges? Igen. Danit kiárusítjuk. Danit kisorsoljuk egy Danit hétre. Danit estét. Danit estét egy hétre ki fogjuk bármit sorsolni. Bármit csináltok vele. Bármit megcsinál nektek. Fúj. És kimeszeli a szobát. Meg... Viszont mindennél több jelentkező lenne egyébként. Meg felhasgat, mit tudom én, 8 űrméter fát. Kilen rak félmesztelenül. Dani, igen, tök félmesztelenül. Csak egy ilyen szakadt, eddig leszaggatott farmer nadrág lesz rajta, tudod? Meg egy tangapapucs. Dani, nem nézed a streamet. Szerintem ezt most kéne megszavaztatni, hogy Danit sorsoljuk ki, hogy az ajándékot. Vagy az ajándékot, úgyhogy Dani mesztelen, és így magát. És Dani adja. És amikor kibontod igazából, van egy üres doboz, amiben volt egy luk, és azt így tudja, és kinyit, ott van a kínja.
Mekkora óriás kígyó! Az nagyon kígyó. De nem sorsoljuk meg, hogy Dani sorsoljuk ki, vagy a játékot. Nem, de tényleg ki kéne találni a karácsony nyeremény játékot most már nagyon, mert december itt elég... van Himalája, men. Na, itt van? Könnyű. Hát igen, egy. Ha nem vagy itt, Dani, akkor ez van. Akkor ez van. Yeah! Eszter üzeni, hogy úgy igazságos, mint a kell ez nekünk, hogy mindenkit kisorsoltok. Igen. Oké, azt hittem ez úgy igazságos, hogy bekenjük valamilyen részét Danilak Erős Pistával. Csillionnal. Az emberkereskedelem. Fú. Ja, igen, ki kell találni. A tavalyi nyereményjáték nem fog működni. Az nagyon jó volt. Fú, csak már túl sokan volt. Vagyunk ahhoz. Nagyon ez... jó volt. De mekkora jó volt már. Én találtam kezén. Aki nem volt itt még, az... Kéne egy Winhopot is csinálni, most már több ember. Hát de az a baj, nem fog összejönni, mert az... Sokan vagyunk hozzá. Túl sokan vagyunk hozzá. Aki nem tudja, tavaly ugye az volt a nyereményjáték, hogy aki akart versenyezni, annak ugye akkor a Winhop kihívásban voltunk nagyon benne, és megvan a live, vissza lehet nézni a live-ok között, nézzétek meg, ott van a karácsonyi live is, és aki akart játszani, annak az volt a feladat, hogy be kellett menni a zuhanyzóba, és hangfelvételt kellett készíteni arról, hogy meleg vízzel zuhanyzik rendesen, és aztán rácsavarja a csutkára a hideget, és a reakciót kellett fölvenni, és akkor azokat hallgattuk vissza, és ugye mi is megcsináltuk ugyanezt, és ki kellett találni, hogy melyikek vagyunk mi. Az és aki kitalálta, az nyert, és egy ember kitalálta, és ő igen, nyert. Igen, egy női nézőnk volt, aki szerintem, azon... nem Kupacka volt, aki nyert? Nem, ő nyert? Nem, ma mindjárt... Már nem tudom, ki nyert. Zsani, szerintem Zsaninak hívták. Tényleg azóta eltűntél, Zsani, itt vagy még velünk? Ő nyerte meg a karkötőnek a mását. Volt. Igen, most faszább nyeremények lesznek, most már van pénzünk. Két karkötőt vettem akkor a nézőknek, vettem egy feketét és vettem egy ezüstöt, igen. És akkor az egyiket megnyerte Zsani, a másikat pedig ki? Már nem emlékszem. A másikat nem tudom, akinek adtuk nem oda, és miért adtuk oda. Nem tudom, de most epic nyeremények lesznek. A fő nyeremény az nagyon epic lesz, úgyhogy készüljetek a nyereményjátékra, a karácsonyi PP nyereményjátékra. Kell még találni, hogy mi lesz a játék, de előbb-utóbb kitaláljuk. Ha de lesz a fő nyeremény, én kimaradok. Miért vagy ilyen kirekesztő? Lehet, hogy fiú. Hát, és? Ja! Meg lehet dolgoztatni. De nem, lehet vele bármit csinálni, fasogatni meg minden. Főzni is nagyon jól tud, úgyhogy... Hogyha kérd, akkor megmutatja, micsodáját. Megsütő a karácsonyi beig. Így van, így van. Nem is akármiért, tavaly is miért hozott. Nem elhanyagolható. Nem is volt megrepedve szerintem. Nem, hát. Az epic beigli volt, amit Dani hozott. Ja, és idén akkor hogy lesz? Milyen verseny lesz? Ki kell találni? Laci, te leszel a kreatív ember, ki kell találni a nyereményjátékot. Úgyhogy számíts arra, hogy itt lesz egy pár száz jelentkező valószínűleg. Foggalmam is, basszátok meg, foggalmam is. Tehát olyan nyereményjáték kell, amiben sok ember részt tud venni. És kivitelezhető. Oké, küldjetek nekünk minél több pálinkát, és a legfinomabb pálinkát... Aki a legtöbb pálinkát küldi literben, az nyer. Nem, aki a legfinomabb pálinkát küldi, az... És akkor lesz egy kóstolás, pálinka kóstolós live, és ami 20 perces lesz, mert addig fogjuk bírni. Itt lesz egy cefre üzem itt hátunk mögött, érte. Nem tudom, járjunk már mi is jól. Ja. Jó, kitaláljuk majd, valami ökösat kitaláljunk majd. De december elé ne kell kezdeni a nyeremény, karácsony nyereményjátékot. De bazd meg, minden itt van december elé, foggalmam nincs, hogy mi kéne, hogy legyen. Hát ezért vagy te itt a kreatív ember, úgyhogy találj. Oké, gondolkozom. Na, jó van, oké. Na, akkor nézzünk kérdéseket. Szia Laci, elmondod, mivel foglalkozik a mezőgazdasági gépész? Kéne csinálni megint 10 Q&A videót, bazd meg, pedig most csináltunk, de... De az a kérdés, hogy miért vagy erre kíváncsi? Hát meg kíváncsi, hát ez egy jó kérdés, csak... Hát ezt értem, de hogy ő most ezzel akar foglalkozni? Erre ment a pályaválasztásin? Vagy miért kíváncsi rá? Mert attól függően, hogy milyen élethelyzetben van, milyen élethelyzetből kiadódóan kérdezi, olyan választ fog kapni. Akkor beszélj megint magunkról. Hogy szerintem nem. Benyelezi a vasvillát. Így van. Amúgy az kurva nehéz, okay, meg kösz. Az ásót. Nagyon sokat segítettél, mi az igen? Tudod, mi a durva? Az ásót, ásónyelet berakni. Az durva, persze, hogy az, durva. Az egy olyan művelet, bazd meg. Azt igen, nem lehet, hogy izé... Régen erre volt egy külön szakma, köpölyezésnek is. Mi? Nem. De várjál, minek... A Bognár, vagy ki volt az? Az a hordókat csinálta. Akkor kicsinálta ezeket a nyeleket. Ennek is van egy megnevezése. Fogalmam sincs. Az életemnek a nagypapája. Szívem, mi volt a nagypapádnak a foglalkozása? Nem fog eszembe jutni. Erre mentem a pályaválasztás, én azért kérdezem. Messzire, és hátra se néz. De erre...
nyelésznek hívják, aki, nyelész? Aki berakja a nem, azért. Nem, azt nem. De várjál, ennek van egy külön megnevezése, aki ezeket így intézi, de Krisztinek kéne ezt tudnia, mert nagypapájának ez volt a szakmája. Aki berakja a nyelet a cuccokba. Van ilyen szakma? Persze, hát régen volt. Tehát durva, ha tudtam. Hát most már vágók vannak, meg videókészítők, meg vloggerek. Influencerek. Akkor az volt. Van még egy lehetőség, rudász. Akkor rudász. Mind a kettő tök jó. Nem csak mi iszunk a dacskát. Hát figyelj, hogyha erre mentél a pályaválasztásra, figyelj, messzire, messzire, sokkal könnyebb munka, sokkal könnyebb pénzkereseti lehetőségek is vannak, szerintem. Hát nem érte, jól keresem. Sokat is dolgozom mondjuk. Én jól keresek, de az nem azt jelenti, hogy Magyarországon a nagy átlag jól keres ebben a szakmában. Hát ilyen nagy cégek vannak, azért elég sok, gondolom. Nem, kiállásos szinten tudsz bekerülni. Ja, hogy nehéz bekerülni. Kiállásos szinten tudsz bekerülni egy ilyen helyre. Nálunk is, figyelj, már harmadik generációs mezőgazdászok vannak. Én is ott a harmadik generációjuk, már nagyapám is abban a cég, annál a cégnél dolgozott. Nagyapád is ott volt már? Nagyapám volt a műhely főnök. Az igen. És akkor édesapám lett a mezőgazdaság ágazatvezető, én meg egy traktoros. Tök jó. Az ilyen kérdéses videó lesz, akkor jó van, vannak kérdések, jó van. Úgyhogy akkor lehet kérdezni, és akkor válaszolunk. Civilben gyakran találkoztok streamen kívül? Találkozunk. Akkor, amikor Kolos akar találkozni. Itt ülök fent, vágom a videót, és csörög a telefon, egeres illat. Csá, mondjad. Csá, ráérsz? Mondom, igen. És akkor 15 perc. Igen, és az mi van akkor? 15 perc, mert Laci elmondja, hogy igen, ez írta ezt a kommentet, ő ezt válaszolta, azt mondta, egyébként bekapcsoltam a gépet, OBS-be ezt nyomtam, azt mondta, és így mondom, és akkor tudom, hallgatom, igen. És közben szólom, hogy igen. Oké, okay, értem, Laci, de nekem most sajtot. Laci, sajtot kéne csinálni. Lacinek ugyanolyan szófosás van egyébként élőben, mint a streamben. És én szívesen meghallgattam egyébként. Kolos így óvatosan szeretne afelé tendálni, hogy rohadtul nem ér rá, de én nem foglalkozok vele. Oké, értem, Laci, jól, most sajtot kéne csinálnom, bazd meg. És akkor elkezdi dobálni a műhelyben a sajtokat, érted, hogy dübben az asztal, akkor is el fogom mondani, mit akarok, bazd meg. De várjál, oké, rendben, oké. De az meg könnyebb, mert a sajt közösségben tudok beszélni, mert ott csinálom, és akkor hallgatlak. Ezt tegyétek el talomba. Ilyen Kolos így veszi fel a telefont, ha fölveszi. Általában nem szokta észrevenni, hogy amikor hazajövök, vagy bármi, de amikor megérkezett a számítógép. Arra vártam, igen. Hazajövök az autóval, megállok a ház előtt, hallom, hogy valaki cibálja az üvegajtót. Megjött a gép! Átmenjek! Mondom, mi ez a lelkesedés, haver? Gyere, bazd meg! De mondom, én sem láttam még a kurva életbe. Átmegyek, jó? Hát gyere! Érted? De amúgy nem nyitná rám az ajtót, vagy nem venné észre, hogy élek. Amúgy úgy elmegyünk egymás mellett, hogy így érted. Oda nézek, Kolos ott csinál valamit, de nem vesz észre, azért sem vesz észre. De amikor megjön a számítógép, akkor így tépte ki az ajtót. Megjött! Menjek! Hát na, izgatott volt. És jött Kolos. Úgyhogy ez is változó. Igen, azt lehet ugye tudni, hogy Lacinak a kapubejárójából látszódik az én nappalim. Hát így lehet oda visszalátni, úgyhogy én látom, hogyha jön meg, ő is látja, hogyha én ott vagyok. És akkor így van ilyen átjárás. Hát na, igen, de igen, Lacival nagyon élmény egyébként bármikor. Igen? Köszi, Laci, fülesbe vagyok a fülemmel együttétel. Bocsi. Jó, de hát ez így működik, ez pont így történt. Ja, úgyhogy az a helyzet, hogy Lacival egyébként szoktunk találkozni streamen kívül is, persze. Van, hogy simán átmegyek hozzá, aztán... De nem beszélünk semmiről. Nem, iszunk. Igen, nem lehet beszélni semmiről, mert majd adásban kell megbeszélni. Van, hogy átmegyek... És Kolos... Ja, nem. De mondjad, nem. Majd adásban megbeszélünk. Igen, majd adásban van, hogy átmegyek, iszunk egy sört a műhelybe, Lacinak a műhelyébe, vagy valami. Most ugye a streamer setup miatt sokat találkozunk, mert azt csinálgatjuk. Úgyhogy ja, szoktunk találkozni amúgy. De szerintem a találkozásunk nagy többség az itt van az adásban. Itt. De amúgy tök jó is, és nagyon jó. Magánemberként másabbak vagyunk amúgy. Hát egyébként most, amikor beszélgetünk ketten egymással, az egyébként nagyon-nagyon hasonló, picit talán visszafogottabb. És Szoki mondta. Itt is eléggé Szoki mondta. Nem tudom, hogy miben vagyunk másabbak, amikor kamerán kívül beszélgetünk. Nem sokkal másabban kell ezt elképzelni. Hát most olyan dolgokra beszélünk néha, amit így kamera előtt nem mondanánk el, persze. Ja. Ami nem annyira PC vagy ilyesmi, de egyébként nagyjából ugyanének vagyunk élőben. Persze. Na, milyen kérdés volt még? Ha már most ilyen nagyon beszélgetős dolgok vannak, akkor azt kéne megbeszélni, hogy most karácsonykor, vagy most télen legyen,
közönség találkozó. Igen, azt is kéne vagy csinálni. Ne legyen, mert nekem terve van, hogy én szeretnék Kolossal fölmenni egy szombaton. De ez nem szombaton. Kérdés, ez lesz, Kolos. Csak két dolog van, hogy eljönnek az újpesti piacra is, meg simogatnak minket. Nem, rendes esti közönség találkozó. És hol? Majd ezt kitaláljuk. Valamikor január-februárban, amikor ráérünk. Na, srácok, készüljetek. Most már nem érvényes az, hogy jaj, nem tudtam, hogy lesz. Most elkezdjük mondani. Tessék odafigyelni. Lesz közönség találkozó januárban, télen, igen. Februárban. Igen. Laci, milyen gémeket fogsz játszani? Mindent is. A fő gémek azok már el is tudom, várjál. Daisy. Nagy piros betűvel, Daisy. Daisy, GTA-t mondtad, de azt lehet, hogy mégsem, azt mondtad. Várok vele, nem tudom. Igen, és Kerbal Space program. Gondolkozom rajta. KSP, és aztán majd még mondtam, hogy lehet elő kéne fizetni Game Pass-re, és akkor megnézni, hogy mikor. Lalival tök sok érdekes dologról beszélgettünk a játékok terén, mert ő ahhoz is ért. Igen. Gondolkoztam, hogy venni kéne egy új játékot, és nagyon erősen gondolkozom a Red Dead Redemption-ön, de nem tudom, hogy megevegyem. Igazából az igazság, és ez a tökre elszom... Ez Game Pass-ben. Biztos, hogy van. Biztos, hogy van. De az igazság, az elszomorító ezzel, hogy így fölmentem a Steamre, és akkor mondom, össze fogom magamat húgyozni a gyönyörűségtől, milyen játékok vannak, és igazából nem. Felmentem rá, és akkor megnéztem a legkeresettebb, meg a legtöbbet futott, meg a mit tudom én, milyen best listára fölmentem, és akkor ott van a Call of Duty, ott van a Cs, meg ott vannak az én FPS játékok is, az nekem annyira nem. Figyelj, az igazság, hogy itt órákat tudnék zengeni a Daisy-ről, de a Daisy az egy olyan játék, amit majd el fogok nektek mesélni, az szerintem az egyik idők legjobb játéka, és annyira fejlesztik, és annyit sokat foglalkoztak el, az a játék 10 éves, és 10 évvel ezelőtt nem így nézett ki az a játék, folyamatosan fejlesztik, folyamatosan szebb lesz a képvilága, folyamatosan foglalkoznak vele, egyre-egyre jobb lesz, és azért nagyon jó, mert nekem az a teljes mértékben kitölti minden egyes vágyomat, és azért jó az a játék, mert ahogy a százféleképpen lehet játszani. Tegnap is megnéztem ezt a játékot. És tetszett? Az egy játék. Nagyon jó volt. Nagyon kurva jó, Laci. Lajnál játszottam a Hogwarts Legacy-val, és ez tetszett egyébként. Jó volt, csak kifagyott. Szóval valamit elbasztam. Ja, amúgy viszont nekem is tetszik. Ja. Az volt a Harry Potteres? Arra én is kíváncsi lennék. Igen, valami traktor szimulátort nyomhatna. Hagyjál már békén! Vagy kecske szimulátor. Van kecske szimulátor. Goat Simulator. Jó, akkor elmondom még, hogy mert most a Daisy-ről nem szeretnék meg a gémelésről többet beszélni, mert azt majd ott, és akkor el fogom nektek mondani. Órákon keresztül tudtok hallgatni majd Laci szónoklatát a Daisy-ről. Is. Meg a, mindegy, teljesen mindegy, de amit előbb, és tegnap Lalival is beszéltünk, hogy az a nagyon felháborító basszus, hogy mostanában olyan epic, olyan gyönyörű szép trailer videókat lehet csinálni számítógépes játékokról, hogy magad alá húgyozol, magad alá vizelsz, becsúrantasz a gyönyörűségtől, és akkor úristen, micsoda játék, úristen! Ez például a Kerbal Space Program 2, mivel megérkezett a 2, vártam rá, vagy valami 4 éven keresztül halagották a megjelenítését. Már Covid előtt 19-ben beharangozták, hogy lesz Kerbal Space Program 2, és idén tavasszal jelent meg, nagy csomó csúsztatás után. Meg a másik játék, ami ilyen volt, az pedig a Farming Simulator 2022, hogy magad alá szarsz, mert olyan trailer videókat, olyan gyönyörű szépen megmunkált. Ezek ilyen cinematic trailerek. Jó, de hogy köszönő viszonyban nincs a kettő egymással, az miért van, bazd meg? Érted? És akkor mutattam Krisztinek, hogy ilyen lesz a KSP 2, uramisten, mintha egy videót nézném, milyen gyönyörű, és akkor megvettem, most játszottam vele 5 percet, és hány inger mellett kikapcsoltam, mondom, erre kellett várni, erre a gagyira. Egy az, hogy a KSP az egy űrszimulációs program, amivel lehet saját naprendszeredben csinálni ilyen kis űrjárműveket, és akkor meg lehet látogatni a Holdat, igazából mindent meg lehet csinálni, amit a NASA megcsinált, és arról szól a játék, hogy vannak ilyen küldetések, teljesen mindegy, és az egy, az tökéletes volt olyan szempontból, hogy igaz, hogy volt pár kivetnivalója a grafikával, teszem azt, de az legalább normálisan meg volt csinálva. A kettőt pedig annyira legagyisították azért, hogy nyissanak a gyerekek felé, elszarták. Nyissanak a gyerekek felé, sokkal egyszerűbbé tették, tiszta gagyik lettek az ikonok. Nem tetszik, fos az egész, érted? És akkor ugyanez van a Farming Simulator 2022-vel, hogy megnyitottam, és akkor erre kellett várni, hót okádék. Van kecske szimulátor. Okádék. Van kecske szimulátor, én azt néztem streamet, és az jó. Az elég jól nézett ki. Kecske szimulátor, Goat Simulator. És mit kell csinálni? Egy kecskével kell menni, ember. És mit kell csinálni? Mindent. Szarik?
Mindent csinál, mindent. Mert fel lehet pimpelni, meg minden, felöltöztetni, szárnyakat rakni, de meg minden szar. Azt megnézem, hogy azt játsz, azt meg lehet én is játszanom. Ilyen szerintem nem lesz. De miért? Hát ez tök jó, ez illik a Puszta Podcastnek a analógiájához. Mi az, hogy nézd egy kecskével, és mit lehet kecskével? Mit csinálsz a kecskével? Nézd meg, van The VR stream belőle elég sok. Nekem azt tetszett, én azt ez túl rövid az életem. Következő, miért a tegnapi pólóban vagytok? Átöltöztünk. Átöltöztünk, haversrác. Ez szívás, a mai pólóban vagyunk. Hol még kérdések, hogy gyorsan írjatok, mert van még egy pár percünk. Muszáj Pesten? Közösség találkozott. Igen, nem muszáj, csak ott van, ott a legkönnyebb mindenkinek, mert lehetnénk Hódmezővásárhelyen is, az közelebb van nekünk, de oda az, hogy nem jönne csak két ember. Így van. Rajtunk kívül, szóval hát Pest, ez egy vízfejű ország, igen. Azt mondja, hogy... Vízfejű szörnyeteg, nem? Micsoda? Vízfejű szörnyeteg. Igen. Nem nézek gaming streameket, de a kecskéset nézném. Látod? Mondom én, ott van. Oké, majd lesz. Debrecenben, közönség találkozó. Én szívesen elmegyek. Most alázzuk meg a VR-ékat. Micsoda? Ja, alázzuk meg Pistéjéket, nem megyünk oda. Én szívesen még Debrecenben egy közönség találkozóra, csak én elmennék mindenhova, külön városokba is sokáig, csak nincs annyi időnk meg, tehát hogy nem... Meg nem vagyunk akkorák. Nekünk muszáj Budapestre mennünk, mert mi pici csatorna vagyunk, aztán így... Meg adj az, hogy Kolosod jár minden héten, úgyhogy igazából annyira adott a dolog, hogy nagyon. Így is elég lesz ez, mert most, amikor legutóbb volt közönség tali, akkor is voltunk 30-an, vagy nem is tudom. Most valószínűleg azért lennék minimum kétszer annyian. Azt hiszem 200! 200-an biztos nem, de hát tudod, már nőttünk elég sokat, úgyhogy... Hát, nem tudom, mennyien voltunk tavasszal, januárban. 30, ilyen. Több mint 30. Nem, az, hogy mennyi voltok a feliratkozó. Tavasszal? Uh-huh. Hát ilyen 3000. Az komoly. Lehet, körül, ott körül. Sajnos muszáj Pesten, igen, megcsinálni. De egy biztos, hogy én imádok Kolossal fölmenni, sajtot állulni, mert annyira jó feeling. Én mindig imádom, hogy Laci nevetek, hogy mennyire van szegény tévejedbe Budapest. Hát bazd meg, hát én nekem sose voltam, mert én falusi gyerek vagyok, hát figyelj, mivel más jobban tudnék önazonossá válni, mint a falusi életmód, én falusi vagyok, bazd meg. Igen, eltévedt Budapesten, de szerencsére mikor is elvittek a keletibe, kedves nézők. Hát figyelj, következők is el kell vinni, mert én nem fogok hazatalálni. De annyira jó, belülünk Kolossal hajnalban a kocsiba, még mindenhol sötét van, meg még olyan hűvös van, és akkor belül a kocsiba, és akkor elmegyünk, és akkor tök jó, mert bennem van a feeling, és akkor megállunk félúton valahol valami pihenőbe, iszunk egy kávét, és akkor csodálkozok a high-tech WC-n, meg mindenben. Hát jó, nálunk szét... Magát húzol a WC, hát jó, de hát itt nálunk falun ilyen széttört WC csésze. Szóval nálunk ilyen széttört WC csésze fogad, meg belugott alkalmazottak, meg szaros budikefe, ami fel van dobva a falra, és ott ragadt. Szóval ilyenek vannak a WC-ben falun, és akkor elmegyek, és akkor... Atyaságos úristen, bazz! Az már Európa bazz van. És akkor múltkor mennem a csapba húgyoztam, mert nem tudtam, hogy még a piszvár, mert a piszvár is annyira gusztusos volt, mint a csap. És jó az illat, és szól a zene. Így van, és akkor beledugodok kezedet, életlen belőször most használtam olyan kézmelegítőt, kézszárítót, ami tényleg használ. Mert gyerekkorunkban is volt már ilyen régi fajta, ilyen hajszárító falra felszerelve, de az semmit nem csinál. Hát igen, de ennek az a neve, hogy azt hiszem valami is, hogy Dyson Airblade, tehát légipenge. Hát de az meg. Az úgy fúj. Meg kell fogni a kezed, itt bele kell dugni, és akkor érzed a levegőnyomát. A legjobbak nem is kell beledugni, csak így alárakod. És úgy tolja, és az izény. Két ilyen mozdulat, és megszorodt a kezed. Érzed a kezed, hogy no bazd meg, ez le van fújva, tesó. Nice, úgyhogy, nice. És beülünk, és akkor iszunk egy kávét, ott még hűvös van, még didergünk, és akkor elszívunk egy cigit, és akkor az annyira jó érzés, akkor felmegyünk Pestre, még Pest is még csak most kezd ébredezni, még alig vannak az autópályán, és akkor szépen fel kell a napot a templom mögött, és tök menő, én ríhatnék ombót. Na, januárban megyünk majd. Esetleg igen. Akinek van ötlet arra, hogy hol lehetne közönségtali, ami beltér, és nem kell helyet foglalni, mert hiába foglalok helyet, nem tudom hányan leszünk. Tehát esetleg van valakinek valami ötlet arra, hogy hova lehetne, ami ilyen nagy hely, és nem kell helyet foglalni, és elférnénk akár 30 embernél többen is. Az tök jó lenne. Nem muszáj leülni 30 embernek, ha már ott vagyunk, és ott tudunk átsorogni, az is jó egyébként. Mert helyet foglalni nem fogok, mert egyszerűen annak semmi értelme nincsen. Kint meg nem tudunk lenni, mert hideg lesz. Igen. Ja. Van még valami kérdés, ha nincs, akkor lassan megyünk. Zoli, akitől kaptuk a cuccokat, ő mondta, hogy siklóernyőzésre elvinne téged szívesen, Laci. Megyek. Azt mondtam már? Hogyne. Tavasszal. Oké.
Nagy császár vagy. Tandemben. Megyek. Te voltál az, aki? Az ő volt, igen. Én megyek, haver. Én akkor sem hülyeségből mondtam, hogy megyek. Hogy az Istenben nem mennék? Abból content kell egy GoPro akkor addig. Visítok, mint a szar. Kell egy GoPro. Én is megyek, csak én lentről levideózom. Jégkert, kézműves sörök, plusz jégkurizni is lehet. Húha. Anyád! Annak nem lesz jó vége. Egy korizást adnék. Nekem én is adnám. Hú, ott kéne találkozni. Koripályán? Most. Aha. Pazd meg, hát amúgy meg lehetne simán akár. És leülünk a jég közepére, és nem fogja kérteni, mi van itt. Ja. De milyen koripálya? Rendes koripálya, vagy ilyen műanyagszar? A műanyagszar az nem jó. Miért nem jó? Hát mert az nem csúszik a kori. Egyszer voltunk Krisztékkel, és az tök jó volt. 2 évvel ezelőtt a tesójával és a párjával Budapesten szerintem... Csepelen voltunk, és ott nem tudom, hogy most ott igazi jég volt, vagy műjég volt, amit jegeztek. Vagy... Igazi volt, mert a műjéget azt megérzed, mert az olyan szar. És baromira élveztem, tök jó meg volt csinálva. Volt egy nagy plac, meg volt egy ilyen kerülőplac, egy ilyen kis sikátorszerűség, egy ilyen mit tudom én, körbe volt így kerít, és ott lehetett egymást előzgetni. Meg volt kis híd, meg nagy híd, tökre élveztem. Azt adnám egyébként, jó. Az nagyon élvezetes. Ez jó volt, lehet a korizás. Jó van, oké. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó van, köszönjünk el, mert vége az adásnak. Legyetek jók. Nyomjunk zenét, és akkor... Nyomjunk valami zenét, srácok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hát ez most így sikerült. Utána megyünk. Kell már nagyon megéletési live, már nagyon-nagyon várom, hogy legyen valami.